Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A történelem során a kollektív memória általában nagyon is törlődik. Emberek jönnek, emberek mennek. A Károli Gáspár Református Egyetemen egyszer volt egy órám, és ott a Antal kormány és a német Miklós féle kormány külpolitikájáról volt szó, és ahogy én láttam, a hallgatók számára Németh Miklós meg Antal József hát körülbelül olyan távolságban voltak már, és ez olyan négy évvel ezelőtt volt, mintha Athén és Spárta küzdelmére került volna sor. Én meg voltam akkor döbbenve, és ezek jó képességű gyerekek, és ezek leérettségiztek. Már letette, már két évet majdnem jártak már, olvasottak a maguk módján, de számukra olyan gyorsan halad a történelem, de most, hogyha Antal József és Németh Miklós számukra oly messzi távolságra került, ennyi év alatt mindössze, hogy mit tehetünk például azzal, hogy elővesszük az ilyen neveket, mint Molotov, Zsdánov, Kaganovics, Brezsnyev. De érdekes viszont, hogy azt tapasztaltam, hogy ha valaki szóba hozom Magyarországon, bárhol tartok vidéken mondjuk előadást, vagy egy egészen fiatal, zöldfülő riporterrel, rádióban és tévében összehoz a sors, ha kimondom azt a bűvös szót, hogy Nikita Szergejevics Hruscsov, mindenki tud róla. Hogy van ez? Ugye önök is tudják, hogy ki az a Hruscsov. Emlékeznek is rá? Kopasz volt, hangos volt, az ENSZ közgyűlésén két alkalommal is kiabált, és egyik alkalommal a cipővel verte a pulpitust. Azon a közgyűlésen Hruscsov mellett ott voltak a szocialista népi demokratikus országok vezetői, többek között Kádár János. Ő nem nagyon akart menni, de Hruscsov kötelezte őt is, meg Gomulkát, meg Novotnit, meg Zsivkovot, ezek a különböző országok vezetői voltak, hogy egy hajón menjenek ki New Yorkba, és ott részt vegyenek az ENSZ közgyűlésen. Akkor az amerikaiak és a szovjetek között olyan rossz volt a viszony, hogy Hruscsov, ha csak úgy kiment volna, nem meghívásra, de hogy kiment volna, nem kapott volna beutazási vízumot az Egyesült Államokban. De az ENSZ az ENSZ, és oda Hruscsov, mint az ENSZ egyik alapítója, egyik legnagyobb tagja, a vezetője, tehát országnak, szovjetünk a vezető, persze, hogy betehette a lábát. Ott ül Hruscsov, ott ülnek a némi demokráciák tagjai különböző helyeken. Szünet. Hruscsov veri a pulpitust, és utána visszamegy a helyére, üvöltözve. És akkor Kádár János, én nem mondom, hogy elásta magát Hruscsovnál, de körülbelül egy fél évig Hruscsov nagyon haragudott rá. Kádár egészen szomorú is volt, és turbóra emelte a hízelésnek a százalék arányát, mert oda ment hozzá, szellemeskedni akart, azt mondja. Hruscsov elvtárs, én láttam, hogy ön levette a cipőt, és most ment lefelé. Sik Endre elvtárs, a mi külügyminiszterünk, azt mondta, hogy kérdezzem már magától meg, ön most zokniba ment lefelé, vagy fölvette a cipőt? Azt hitte Kádár primitív ember létére, hogy hát ez egy nagyon nagyot mond, és bonmond, és hogy megtetszik ez Hruscsovnak. Azt mondja, Hruscsov, nézze! Én egyébként a tolmácstól hallottam ezt. Ennek nincs meg a magnó szallagja, tehát audio szallag, hogy tudományosabban fejezzem ki magam, de a tolmács elmondta nekem részesen. Nézze, én egy bányász ember vagyok. Azt hiszi Kádár elvtárs, hogy velem lehet így beszélni? Ön, mi büszkék vagyunk. Én most felvettem a küzdelmet az imperialisták ellen, és maga jön holmi zoknikkal meg cipőkkel. Hát ez volt Hruscsov. Egyébként zárójelben itt van a tesztben egy kérdés, hogy hát ki volt kedvenc vezetője Hruscsovnak, hogy Kádár János, Antonin Novotny és ki mit szed, hát ezek közül meg általában Kádár neki nagy kedvence volt. Miért volt Kádár Hruscsovnak olyan nagy kedvence? Mert ő emelte hatalomra.
mert ő csinált belőle valakit, és bizony olyan alázatos volt azért Hruscsovval szemben, hogy amikor a utolsó magyarországi 64-es látogatás itt volt Hruscsov, akkor egy ménesből három gyönyörű lovat kapott Hruscsov ajándékba. A pesti kávéházakban a Nagy Endre kabari féle emlékek úgy látszik erősek, amikor Hruscsovot elkergették és leváltották, nem szeretnék csúnyát mondani, de valami ilyesmit mondtak akkor, de meg lehet ezt másképp is mondani, nem olyan csúnyán, azt mondja, miért nem voltak ezek jó lovak, amiket Hruscsov kapott Kádártól? Mert ő ezek a lovak sem tudták őt kivinni a trutymóból, amikor megbuktatták. És hát Hruscsovról ilyeneket is mondtak, hogy Nyikita Szergejevics, demosztenész helyett, és így tovább. Tehát Hruscsovról sok gónyos Oroszországban, Szovjetunióban, és Oroszországban, de hát a Szovjetunióban annyi gónyos történet, annyi dolog, hogy ez egy nagyon műveletlen ember volt. Én a Hruscsov hagyatéknak egy részét kéziratban átnéztem, átnyálasztam, az ő levelezései nagyon primitívek. De hogy oroszul nem tudott helyes írni, egyes hírek szerint másfél évet, más hírek szerint két évet járt úgynevezett egyházi iskolába. Ez azt jelenti, hogy amikor tél volt és amúgy sem fiatal gyerek lévén nem tudott dolgozni, bejárt. De nyáron már, amikor még folyt a májusban, júniusban a tanítás, Hruscsov bizony ment a bányába ki lehet segíteni, vagy pásztornak ment el, vagy mit tudom én mi. Ő általában nagyon szépítette, hogy ilyen munkás, meg ilyen művelt volt, nem. Ő még megesett, és ez nem történelmi anekdóta, ő megesett most idegességéből, vagy nem, a 30-as években, amikor írt Sztálinnak levelet, vagy Molotovnak írt levelet, két ilyen levél van, hogy még a nevét is nem E betűvel, hanem O-val írta le, kiejtés szerint. Hruscsov nagyon tudatlan ember volt, és ugyanakkor nagyon eszes. Egyike a legeszesebb ember volt. Amikor a szovjet párt élére került, ő megkapta Sztálin tolmácsát, angol nyelvű tolmácsát, a Szovjetunió amerikai nagykövetének, nagyon művelt embernek a fiát, Oleg Trojanovszkit. És Oleg Trojanovszki mesélte nekem, hogy Hruscsov kb. Egy fél éven alatt fogalma se volt neki a külpolitikáról. Nála a külpolitika az Ukrajna volt, és Ukrajnával szomszédos ország. Aki járt Magyarországon, háromszor járt Lengyelországba, járt Romániába a háború végén. Neki nagyjából ez volt a külpolitika, és neki fogalma se volt, milyen államokból áll össze Benelux kifejezés, neki fogalma se volt, mi a különbség Spanyolország és a Portugália között, meg mondjuk hallott a spanyol polgárháborúról, mint kommunista vezető. Kérem szépen, háromnegyed év alatt, egy év alatt Hruscsov nagyon szépen rendbe jött. Ő pontosan tudta már a dél-amerikai országok között mi a különbség, és amikor Bécsbe találkozott 1961-ben Kennedyvel és Kennedy feleségével Jacqueline-nal, és ott ültek együtt és ebédeltük, egészen értelmesen beszélt a külpolitikai dolgoknak, a földrajzi, történelmi és más vonatkozásokban. Ő utált olvasni. Én nem mondom, hogy nem tudott olvasni, de utált. Ő a nyugdíjas korában elkezdett olvasni, de ott is leginkább a fiára, mennyire a feleségére támaszkodott. Ő a memoáriait, amelyeket Hruscsov tudtával kicsempészték nyugatra, ő a memoáriait diktálta. Először, amikor már nyugdíjas volt, is bukott. Először diktálta a feleségének, máshol volt neki egy gépirónője, ez a gépirónő bedolgozotta az Andropov vezette KGB-be is, úgyhogy még egy indigót betett oda. Hruscsov memoáriait egyébként Andropov tudtával, KGB vezető tudtával csempészték ki nyugatra, mert Hruscsov ravasz volt, Sztálinról annyi rosszat írt le, de se Brezsnyevről, se a regnáló szovjet vezetőkről semmi rosszat nem írt le, és ugyanakkor a rendszert mind olyant magasztalta, de Sztálint és a sztálini politikát pedig szidalmazta. Most miért kellett azért mégis kicsempészni ezt Andropov féle KGB-nek a szovjet pártvezetés tudtával és hát segítségével vagy irányításával? Miért? Mert egy olyan kémet hoztak ezáltal helyzetbe, hogyha az illető, még hogyha az amerikaiak gyanakodtak, hogy kettős ügynök, egy bizonyos Viktor Lui nevű újságíró, ha ő kivisz egy Hruscsov emlékiratot, az a kém, akkor azt jelenti, hogy ha még kettős ügynök is,
akkor hinni kell neki. Akkor ez az ember reálisan viszi ki az információt a Szovjetunióba. Amerikaiak sem voltak hülyék, ők láttak, hogy van egy szovjet újságíró, gulágot megjárt fiatalon, ez a bizonyos Viktor Lui. Én nem Hruscsovról lesz szó, ne féljenek, nem megyek tehát, de ez egy érdekes történet. Aki Izraelbe elmegy, Izraelre nincs diplomácia kapcsolat. Tajvan szigetére elmegy, ott tárgyal Chiang Kai-shek fiával, nincs diplomácia kapcsolat, és így tovább. Tehát ez az ember egy bizalmi ember volt. És kivitte az amerikaiaknak egy kiadóba, kivitte Hruscsov emlékiratait. De az amerikaiak mégis gyanakodtak. A könyvkiadó azonnal megbeszélte ezt az amerikai hírszerzéssel, Hruscsov emlékiratairól volt szó, először magnó változatban. Nem legépelt változatban, hanem magnó változatban. De igen, magnó szallag változatban, de hát ezt is meg lehet vágni, meg lehet másítani. És akkor üzente Hruscsovnak, hogy Nikita, Hruscsov a Szovjetunió volt vezetője. Vegyél fel ilyen meg ilyen kalapot, tudták, hogy van neki egy híres ilyen már koszorú tiroli kalapja, fényképeztes le magad, és küld ki a fényképet nyugatra. És a fián keresztül ezt megtette. Meg is van ez a fénykép. Én beszéltem erről Hruscsov lányával. Mondtam neki, hogy a család mit szólt ehhez, hogy ő fölvette az amerikaiakkal a kapcsolatot. Azt mondja, hogy a család ketté szakadt. Ő ellenezte, Hruscsov fia akarta. De aztán később kiderült, hogy a Hruscsov fia az Andropovékkal ezt megbeszélte. Bonyolult az egész kérdés. No de vegyük úgy, hogy ez egy felvezetés volt. Hruscsov, még egyszer mondom, nagyon ravas, nagyon okos ember, bőbeszédű, iszonyan képes volt mindenkit ledumálni. Nyugaton csípték őt, és nyugaton bírták az úgynevezett egyszerű emberek. Tetszett nekik, hogy egy egyszerű ember, nézzek, amikor mondjuk Erzsébet királynő fogadta őt Bulgárin miniszterelnökkel, és akkor a Hruscsovot elkezd a királynő jelenlétében, hol a fejét vakarta, hol az órát tolta, hol így, a királynő teljesen majd, mert fiatal volt akkor még a Erzsébet, aki most is trónon, meg volt őrülve. De amikor Hruscsov elővette neki teljesen nem illő módon a protokollt félte, ez az unokám fényképe, ez a lányom fényképe, ez igaz, hogy maga ápolónő volt a háború alatt, ez igaz, hogy a Churchill lányával együtt maguk elmentek Londonba tüzet oltani, amikor jöttek a faugépek. Azért ne haragudjon, még nálunk is a Szovjetunióban kevés ilyen bátor ember volt. A nő úgy vált el Hruscsovtól, hogy ez fölnézett, azt mondja, fölnézek erre az emberre. Hruscsov nagyon ravasz volt, és nagyon tudta, hogy hogy kell viselkedni. Sztálin halála után neki nem volt sansza, hogy ő legyen az ország embere. Béria, akiről már volt itt előadás, Béria nem lehetett, mert ő grúz volt, nem is beszélt szépen oroszul, szörnyű akcentussal, meg hát ő egy belügyes volt. Malenkov, Sztálin jobb keze, véreskező ember szintén, ő lett a miniszterelnök, ő egy művelt családból jött, neki nagyszülei között pópák voltak, admirálisok voltak, nemesek is voltak. Molotov, ő mégis nem csak úgy ismerte Lenin, de dolgozott Lenin, Lenin mellett dolgozott, Lenin mellett egészen a toppon volt. Molotov a pártnak a veteránja, Molotov lehetett volna, háború alatt nagyon népszerű volt, mint külügyminiszter. 10 éven át miniszterelnök volt, vagyis a népbiztosok tanácsa elnöke. Molotov nem törekedett, ő megelégedett volna első embernek ugye a háttérből. Ők alkotják a triumvirátust. Béria, Molotov, Malenkov. Hruscsovot kihagyják. Hruscsov a központi bizottság titkára, de az egész központi bizottságból a hatalom szépen átmegy a miniszterelnökségbe. A miniszterelnök Malenkov. De Hruscsov, miután megcsinálja a Béria elleni összeesküvést, nagyon megerősödik. És elkezd dumálni, én a központi bizottság egyik titkára vagyok. Én nem lehetek Sztálin, nem lehetek főtitkár, de legalább első titkár hadd legyek. De legalább legyek első az egyenlők között. És annyira ráját a nála mondjuk jellemileg és erőben is gyengébb Malenkovra, végén Malenkov úgy döntött, Béria börtönben van, nem sokára kivégezzük, Molotovval sok a vita, már egy kicsit kötegedő öregember, jó van Nikita, te leszel. És akkor behívják Kaganovicsot, az is egy régi Sztálinnak régi munkatársa, ő egy nagyon híres szervezőember hírében állt, ő a párt egyik vezető, és azt mondja, mondd Kaganovics, ne, legközelebb ülésen fölállsz, és azt mondja, Hruscsov legyen az első ember
a titkárságba, tehát a párt első ember, a párt titkára. Kagadovics azt mondta, hogy ezt a Hruscsovot, hát én emeltem ki. Hát ő bányából jött, mint valami alsóbbrendű pártvezető. Rendes ember, okos ember, én csináltam belőle moszkvai pártitkát. De ez a Hruscsov egy műveletlen ember, ez a Hruscsov dumás, ez a Hruscsov simlis. Olyan ötletei voltak neki Sztálin alatt, például az, hogy nagyjából úgy tudnám ezt megmondani, mint Ceausescu-nak, tudják, emlékeznek, volt egy faluromboló terve. Emlékeznek? Faluromboló. Hruscsov azt mondta, hogy a falvakat meg kell szüntetni nagyjából, csinálni úgynevezett agrárvárosokat. Ott legyen angol WC a parasztoknak, ott legyenek panelházak, és onnan traktorral járjanak ki a mezőre. Hát például ilyen őrületek, hát ezek szörnyű dolgok voltak. És így tovább, és Sztálin, aki legalább annyira nem értett az agrár dolgokhoz, mint Hruscsov, Sztálin leállította ezt a tervet. Ő már a Pravdában írt Hruscsov erről egy cikket, és akkor a Pravdában megjelent, 51-ről van szó, egy ilyen kis záradék, másnap egy glossza, hogy a lapszerkesztősége nem ért egyet Hruscsov elvtársal. Kiderült, hogy ezt a hadsoros glosszát maga Sztálin írta, behívta a Hruscsovot és üvöltözött vele, hogy ide figyelj, te hülye Nyikita, te buta ember, hát hogy írhattál ilyet? Csak azért van, mert én szabadságon voltam azon a hétvégén, ezért ez egyáltalán megjelenhetett ez a cikk. Mert Sztálin egyébként korrektúrába átnézte a Pravdát, és a Pravdát akkor még kiküldték matricákban egészen, mit tudom, Távol-Keletre, meg Ukrajnába, meg ide, és volt, hogy majdnem egy napot késett a Pravda, mert Sztálin kiemelt egy cikket, és berakott, történt, és ő írta azt, utolsó pillanatban berakott egy másik cikket, nem sokszor volt ilyen. Tehát Hruscsov, mégis rávették, Kaganovics javasolta Hruscsovot. És menjünk egy kicsit előre, 57 nyarán pucs van Hruscsov ellen, és akkor 7-4 arányban Hruscsov ellenfelei, a pucsisták a párt vezetésben erősebbek. Akkor feláll a Kaganovics, azt mondja, javaslom, hogy Hruscsovot váltsok le. Azt mondja Nyikita, hát te javasoltál engem, te bolond. Azt mondja, én csak erőszak áldozata vagyok, a többiek rám ripakodtak. Látod, hová vitted az országot? Látod, milyen egy ostoba ember vagy, és így tovább. Hát körülbelül így imádta egymást, és szerette, és így bízott magában a szovjet vezetés. Hruscsov 57-ben pártvezető lesz, de a kormány vezetője még mindig Malenkov. És akkor Malenkov elkezd óvatosan egy puccsot szervezni Hruscsov ellen, amikor Malenkov reformer volt. Nem azért volt reformer, mert jó ember volt, mert a sztálini tisztogatások, a sztálini véreskező politika, az egyeduralom egyes számú megtestesítője volt Sztálin mellett. De művelt ember volt, és azt mondta, ez az ország tönkre fog menni. Ahogyan sokszor a tönk szélére is jutott, és valljuk be, szét is esett. Malenkov azt mondta, hogy a nehézipart, főleg az atomipart, főleg a hadipart csökkenteni kell. Malenkov alatt, mikor miniszterelnök volt, majdnem egy éven át a gyárakban, a hadi üzemekben sütőket, nem teflon sütőket akkor még, de sütőket csináltak, a tankokat előállító gyárak kétharmadát bezárják, pontosabban nem zárják be, hanem traktorokat hoznak létre egész magas színvonalon. Vesznek licenzeket. Malenkov el is megy később Angliába, amikor már leváltják, de még mindig ott van a topon, és azt mondta, hogy nekünk licenzeket kell vásárolni. És így tovább, és így tovább. És Malenkov ugyanakkor a pártaparátus javadalmazását és a főnökök javadalmazását csökkenti. Ezzel elkövette a nagy hibát. Őt azonnal a pártvezetés megutálja. Lent, fönt, középen. A lakosság imádja. Amikor Malenkovot 57-ben mindenhonnan kirúgják, leváltják, Kazaksztánba száműzik, és ott egy kis villanyerőműnek lesz Malenkov az igazgatója, akkor Malenkovról anekdóták vannak és dalok, de ezek pozitív anekdóták és dalok. Holott ő egy véreskező politikus volt. Malenkov elkezdi gyűjteni Hruscsov ellen a negatívumokat, a titkára ebben jeleskedik. Hruscsovnak azonban van egy kedvence, Szerov tábornok a KGB vezetője, azt mondta neki Nyikita, ide figyelj Szerov, állj rá erre a titkára, meg a Malenkov környezetére, nagyítóval nézd meg őket, minden kompromitáló anyagot, kinek van nője titokban, kinek, ki él nagyon gazdagon, honnan van ez a pénz,
ki az, aki esetleg nem zárja be jól a trezort, ott hagyja az asztalon a titkos iratokat, tessék ezekről az emberekről egy silabuszt készíteni. A Malenkov mellett egy nagyon kis létszámú apparátus van, kiderült, hogy mindegyik sáros. Hát a titkára, aki sok évig titkára, én még csináltam vele Moszkvában riportot, vén ember, az egy beteg ember volt, de úgy volt beteg ember, hogy neki olyan memóriája volt számokra, nevekre és szövegekre. Megint csak kérdezem, akik esetleg kortársaim, vagy még idősebbek nálam, hallottak ilyen nevet, hogy Pataki számoló művész? Ha igen. Ne, ő majdnem olyan volt, vagy még jobb volt. Én beszéltem vele, és azt mondtam neki, ő azt mondja, tegyen próbára Miklós barátom. Mondom, igen. Mondom neki, hogy 1932-es kormány tessék felsorolni. Azt mondja, hogy csak a népbiztosokat, vagy a helyetteseket is. Felsorolta. Felsorolta. Börtönbe volt, megkapta a Pravdát, már 55-56-ba került börtönbe, lopásért, és Pravdát megkapta. Ez egy nagy kitüntetés volt a számára. Elolvasta a Pravdát. Egyszer, kétszer, háromszor volt olyan cikk, amiket fel tudta akkor mondani. Na mindegy. Tehát a titkára főleg óperkodott, de kiderült, hogy a titkára lopott. Mert amikor Bériát letartóztatják, akkor Béria és mások letartóztatott ember trezorjában értékeket, aranyórákat, ilyen békekölcsön, kötvényeket, stb. Egy csomó dolgot ellopott, és elkezdte ezeket a bizományiba elvinni. Nagy, okos, szellemes ember volt, de ostoba is volt, és lebukott. És akkor ez már Malenkovnak nagyon rossz pont volt. A másiknak, hogy, és persze, amikor ő börtönbe került, akkor elé mentek a nyomozók Hruscsov utasítására. A főnöködről, Malenkovról vagy elmondasz most dolgokat, vagy pedig szigorított börtönbe. És azt mondja, és ha elmondom, mit kapok, ezt ő nekem elmondta, megvan nekem ezt videószalagot. Azt mondja, hát mit kapok, mit kérek én, azt mondja, megkapjam a Pravdát a börtönbe. Kiemelt kosztót, mert nekem nagyon beteg a májam, és hát beszélőt pedig a családdal minden hónapban egyszer, meg is kapta. Ő már Malenkovra egy teljes anyagot, egy teljes leleplező anyagot leadott Malenkovra. Plusz még Hruscsov ráúszította Malenkovra a pártapparátust, mert Sztálin alatt a pártapparátusnak voltak privilégiumai. Malenkov elkezdte ezt népszerűség hajhászás okán eltörölni. És ezeket a privilégiumokat, mi ez? Külön kórház, olyan, mint nálunk a Kutvölgyi Kórház volt, de ott minden járásba is, városba, ha nem volt külön kórház, de volt egy külön pár szoba a főnökök számára. Külön éttermek, külön élelmiszer elosztók, ezeket kezdte megszüntetni Malenkov, mint miniszterelnök. Népkörében óriási népszerű lett, az apparátus meggyűlölte. És 54. szeptemberében, amikor Malenkov alatt már rezgett a réc, Hruscsov nyaralt, és meghívta nyaralni a párt majdnem mindegyik vezetőjét. Mind külön-külön végigtelefonálta őket, és már nem nagyon mertek neki azt mondani, amikor azt mondja, hogy ilyen szobád lesz, ilyen nyaraló, ilyen jó a fekete tengerparton a víz ott a tengerbe, stb. Gyere. Összegyűjtötte, pont Malenkovnak nem szólt, és ők ott eldöntötték, hogy megbuktatják Malenkovot. És a fő vád az lesz ellene, hogy a pártapparátust padlóra akarja küldeni, és még valami. Malenkov kijelentette, hogy nem szabad úgy stresszben tartani a szovjet népet, hogy mindenképpen háború lesz, hogy a kommunista éra az terhes a leendő háborúból. A kapitalisták mindenképpen egy új világháborút hoznak a nyakunkra. Malenkov azt mondta, hogy nem, békepolitikus, stb. Hát ez egy borzasztó árulás, Molotov is azt mondja, hogy micsoda árulás, Hruscsov. Igenis, Sztálin is mondta, Lenin is mondta, a háború szinte kötelező, szinte be van kódolva ebbe a 20. században. Mi történik? Malenkovot elkergetik, Hruscsov már 2 év múlva a legnagyobb békeharcos lesz, és hogy dehogy is, hát háború, hát milyen háború, hát fő a békeharc, hát elmegyek Amerikába, hát ez meg az. Na most 54-ben megbuktatják titokban, és 55-ben Malenkovnak le kell mondani. És akkor ő energiaipari miniszter lesz. Hát volt egy kis Malenkov összeesküvés Hruscsov ellen, és utána pedig Hruscsov egy ellen összeesküvést csinált. Utána eljött az 56-os esztendő. Közben olyan, mint a 10 kicsi indián, ismerik ezt, hogy 10 kicsi indián, Agatha Christie. Malenkov, Storno. Most már Molotovot ki kell nyírni.
Molotovot nagyon nehéz kinyírni, ő a külügyminiszter, ő a miniszterelnök első helyettese, ő a legbefolyásosabb pártvezető, ő elnököl minden fontosabb ülésen, nyugaton ki ez a Hruscsov, de Malenkovot mindenki ismeri. Akkor még él De Gaulle, még él Adenauer, még él Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, tudják kik ezek, és hát ezek az emberek mind fölnéznek Molotovra. Molotov a háború alatt, ő volt a külügyminiszter. Ő járt nyugaton. Ki volt Hruscsov? Hruscsov egy paraszt. Hruscsov egy bányász. Ki? Hruscsov. Akkor még Hruscsov nem járt nyugaton. Akkor még Hruscsovot a titkára csak éppen képezte, és mutatta neki a térképen, hogy ez Bretagne. Szerintem miért kell ezt tudni? Mert Bretagne és Korzika esetleg leválnak Franciaországról. Hruscsovnak egy mondat kellett erről, legközelebb Gimolli miniszterelnök jön pár hét múlva Moszkvába, Hruscsov leül, és tart neki Bretagne-ról, meg Korzikáról egy előadást. Azt se tudta még, hogy legfeljebb a Korzikai testvérek című filmet látta, mert szerette az ilyen filmeket. De olyan előadást tart, hogy ez elmegy a követségre, és mondja a nagykövetnek, barátjának, a Gimolli, ez a Hruscsov azért egy bányász ember, és Korzikáról ilyeneket tudott, hogy a Napóleon emlékház, meg hogy milyen katonai bázis, meg Mussolini akadta. Szintén olyan, ő nem volt pataki számolóművész, de ő neki ragyogó memóriája volt, ragyogó. Valamit elolvasott, nem, valamit felolvastak neki, és ő akkor ezt így alkalmazta. Na most 50 Molotovot hogy lehetett leváltani és eliminálni? Hát nem félig leváltani és eliminálni. Elmegy Hruscsov, erről volt szó Titohoz. Molotov ez ellenzi. Akkor a Hruscsov rázódítja Molotovra az egész apparátust. Ilyen sztálinista, ilyen dogmatikus, stb. Leváltják a külügyminiszteri posztról. Eljön a magyar 56. Akkor összébb zárnak a sorok. Akkor hiába vitatkoztak nagyon sokat a szovjet pártvezetők, nem volt ott héja meg galamb, csak az egyik gyávább volt, a másik még gyávább. Amíg az amerikaiak nem mondták meg, és nem üzentek, hogy tessék, Magyarország a tiétek, utcó kutyák, higgyék el, hogy így volt, amíg az angolok és a franciák Egyiptomba nem készültek partra szállni, és kirobbantani a szuezi háborút, addig a szovjetek nagyon-nagyon lamentáltak. Az első intervenció nagyon nem ment. Először a szovjet csapatok ezekbe a kis utcákba itt, súlyos vereséget szenvedtek. Egy fiatal taxisofőr, elnézést kérek, a kolléganőm összeszít, hogy ilyen, hát nem bulvár, de ilyen történetekkel önöket szórakoztatom, vitt ma ide be minket az előadás színhelyére. És a Karácsony Sándor, vagy milyen utca az? Van ilyen itt a környéken. Van két ház, akkor ekkora belővések vannak. És ezek 56-os belévősek. Ezek itt második világháború alatt, ami itt volt, azt be már, én még emlékszem azokra is, de azokat, ezek még 56-os belévések. Itt olyan harcok voltak a környéken. Óriási dolog, itt olyan kompromisszum kész majdnem volt a szovjet vezetés, de aztán összébb zárt, és Hruscsov volt a legkeményebb, és ő azt mondta, hogy ezt a várost, ha kell, repülőgépekkel is szét kell lőni. 58-ban Hruscsov eljön Magyarországra, meg 63-ban, meg 64-ben, olyan gyönyörűen beszélt Csepelen máshol a magyar vezetőkhöz, neki csak egyszer volt egy ideg roham, egy kitörés, amikor a mai Szabadság téren volt egy gyűlés, tüntetően közel az amerikai követséghez, és akkor Hruscsov megindult hirtelen, Kádárék megkérték, hogy ne menjen a követség felé, bőven elég az ő kérésére, hogy ott a szovjet emlékműnél legyen gyűlés, oda tereltek kb. 100 000 ember, hát látszott ez 300 000-nek, tudják, mert az egy kis tér plusz mellékutcán, Hruscsov elment és rázta az öklét, hogy ott van, mint Szenti Bíboros. De hát ezt mondom, ő szépen beszélt a magyar néphez, és hát nézzék meg a híradókat, bizonyos aurája volt. De 56-ban nagy viták nem voltak, de 57-ben már, de voltak viták, de inkább akörül, hogy ki legyen a miniszterelnök. Kádár, Hegedűs András, Münich, Rákosi hazamehet, nem mehet haza. Voltak viták. Ezeket a vitákat nagyon eltúlozták később, amikor 1957 nyarán Hruscsov ellen összeesküvés volt. Hruscsov akkor a saját ellenfeleivel szemben kihúzta a magyar kártyát, és azt mondja, hogy ti milyen maradi emberek voltatok, én rögtön Kádárra tettem,
és ti pedig, hát a Rákosik próbálták meg másokat támogatni. Egyébként azt is elárulom maguknak, olyan nagy különbség ötve a harcok közepette, amikor a szovjet csapatok itt a fél Budapestet szétlövik, amikor megindulnak a letartóztatások. Kádár épp úgy kiszolgálta akkor a szovjeteket, mint kiszolgálta volna őket Rákosi, ha hazajön. Rákosinak legfeljebb olyan rossz volt a PR-ja, hogy ezt a kifejezést használom, hogy talán az ellenállás még erősebb lett volna. De én azt mondom, hogy nem volt nagy, olyan nagy különbség. Na most 57 elejétől Lengyelországban még mindig zűr van. Magyarországot anyagilag kell támogatni. Kínaiak még szolidárisak a Szovjetunióval úgy, ahogy, de egyre többet kérnek, ők még atombombát is kérnek. De rengeteget kérnek, és rengeteg kell a ti kínaiakat is sokban eltartani. A szovjet lakosság életszínvonala csekély. Hruscsov hatalmasokat hazudozik a különböző gyűléseken, azt mondja, hogy később már meghirdette ezt, de már akkor pár év is utolérjük az Egyesült Államokat, a gabonatermelés, a tejtermelés, és itt tovább vajköpülés területén. Hát már kezdték behozni Ausztráliából és Kanadából, nem olyan nagy mennyiségben, de a búzát a legnagyobb bajba volt a Szovjetunióban. Plusz még Hruscsov egy csomó embert leváltott, és egy csomó ukránt, ezek nem voltak ilyen ukrán nemzeti érzésű emberek, csak ottani pártmunkások, nem óv, hanem óvégződési emberek, a 45%-át a területi pártitkároknak leváltotta Hruscsov, és 24, ezt én számoltam ki múltkor egy gép mellett, 24%-uk Ukrajnából jött, és ukránok voltak. Pánik keletkezett a pártvezetésben. És plusz még a Hruscsovot pedig, az új kedvencei kedvelik Hruscsovot, egyik legnagyobb telefonjának az a neve, hogy Leonid Ilics Brezsnyev. De ugyanakkor ezek az ős bölények, akik egymást fúrták, akik egymás ellen mentek sokszor, Kaganovics, Molotov, Malenkov, ezek összeesküdtek Hruscsov ellen. Ez volt az igazi nagy összeesküvés, az 57-es nyári összeesküvés. És az összeesküvőkhez csatlakozott Hruscsov legjobb barátja, miniszterelnök, volt marsal, vagyis marsal volt akkor is, úgy hívták, hogy Nikolaj Bulgányin, ő volt a miniszterelnök, és az összeesküvőkhöz tartozott egy olyan ember, akinek kezében nem sok hatalom volt, de ő volt a legnépszerűbb ember a pártvezetők közül, mert több generáció úgy nőtt föl, hogy ez az ember megnyerte Leninnel és Sztálinnal együtt a polgárháborút, az volt a neve, hogy Kliment Jevremovics Vorosilov. Vorosilov volt a névleges elnök, a legfelső szovjet elnöke. Bulgányin volt a miniszterelnök. Molotov volt, már nem külügyminiszter, de miniszter volt, miniszterelnök helyettes. Malenkov a kormány legokosabb embere. Kaganovics a párt apparátus nagy egyénisége, legnagyobb szervezőnek és hogy mások is csatlakoztak. Zsukov marsal, amikor meghallott, hogy valami szervezkedés, nem döntött el, hogy odaáll. Egy csomóan nem csatlakoztak sem ide, sem oda. És akkor a pártvezetés, amely 11 emberből állt per pillanat, 12-ből állt volna, de Brezsnyev megijedt, hogy robbanás, hogy összeesküvés, és szívrohamot jelentett. És otthon maradt, 56-ban, amikor őt Magyarországra akarták küldeni, leverni az, ahogy mondták akkor, ellenforradalmat, vagyis a forradalmat, Brezsnyev akkor is szívrohamot szimulált, és összesen fél napot volt Magyarországon, és rögtön be is vonult a kórházba. Akkor is pont ugyanezt csinálta, és 68-ban is két döntő napon Brezsnyev bevonult a kórházba. Lehet, hogy beteg ember volt, ahhoz képest elég sokáig élt, igaz, hogy agylágyulása lett a végén. Na most Hruscsov nem tudta először, hogy egy komoly összeesküvés van ellene. És egyszerre csak kierőszakolják a pártvezetők, a 11 emberből a 7, tehát a többség, rendkívüli ülés, és leváltják őt. Ahogy Kaganovics javasolta 53. szeptemberében, és fölállt is a többiek nevében, azt mondta, Nyikita, te le vagy váltva. És itt elkövették a legnagyobb hibát. Azt kellett volna, hogy a Pravdában azonnal megjelentetni ezt, összehívni a Központi Bizottság tanácskozását, és mivel Bulgányin miniszterelnök kezében volt az őrség, a Kreml őrsége, és mivel az összeesküvés kezében volt a moszkvai helyőrség, nekik
szabályosan latin-amerikai pucs szerűen át kellett volna adni a hatalmat, venni a hatalmat, de nem tették ezt. Elkezdtek ragozni, Szerov KGB főnök nem jó, majd Burgányi nevtárs, te miniszterelnök vagy, de te leszel a KGB főnök is egyszerre. A Szuszlov elvtárs Hruscsov híve az nem jó, Szuszlov legyen kultuszminiszter, kivágjuk. Hát mi legyen Nyikitával? Hát vagy nyugdíjba megy, vagy pedig ő legyen agrárminiszter. Hát a fő vád ellene, hogy tönkretre tette az agráriumot, azért ő legyen az agrárminiszter. Körülbelül két napig ezen vitatkoztak. Hruscsov észhez tért. Behívta a Szerov tábornokot, a KGB főnököt. Szerov riadóztatta a KGB-t a különböző megyei székhelyeken és a különböző fővárosokban, Kijev, Baku, Tbilisi, Minszk, stb. Zsukov gondolkodott és átállt Hruscsov oldalára. Zsukov adott repülőgépeket, Szerov adott logisztikát. És fölhozták az összes fővárosból a központi bizottsági tagokat, de előzőleg megszűrték őket, csak olyan embereket hoztak fel első fokon, akik Hruscsov hívei voltak, vagy pedig betojtak nagyon, mert látták, hogy Zsukov és Szerov Hruscsov mellett vannak, akkor nincs mese. És akkor újra és újra három napon át ülésezett a pucs alatt ez a pártvezetés, és akkor Zsukov a döntő mondatot elmondta, elvtársak, a tankok csak az én parancsomra vonulnak be Moszkvába. És megértették az összeesküvők, hogy mese nincs, nincs mese, Andersen meghalt, ahogy szokás mondani, mese nincs, a hadsereg Zsukov kezébe van. És a tankok tényleg megindultak Moszkva felé. Egyszer megindultak 53 nyarán, amikor Bériát, akkor be is mentek Moszkvába, le kellett tartóztatni a főrendőt, és 57-ben nem Moszkvába, de Moszkva környékén már fölvonultak a tankok. Zsukov ravasz ember volt, nem véletlen a moszkvai csata és a Berlin bevételének a hőse. Igaz, hogy Berlin bevétele hogyan történt, meg mellé került, ez nem nagyon szokás most úgy megint mondani Oroszországnak, de hát mindent meg van írva, ha történeti kutatások. Zsukov gyakorlatilag egy 100-150 ezer ember teljesen feleslegesen átküldött a túlvilágra, a katonák és a tisztek között, csak hogy elsőnek betörjön Berlinre, mert Sztálin azt mondta, Konyev elvtárs, te itt vagy, Berlin előtt 45 április, a Zsukov elvtárs, te itt vagy, húzok egy vonalat, amelyikötök elsőnek bemegy Berlinbe, azért a dicsőség. Zsukov megtette ezt. Konyev ment Prága felé. Ő is bement Berlinbe, de pár másfél nappal később. De nem is vesztett ennyi katonát. Na most az az igazság, hogy közben ezek a központi bizottsági tagok, akik Zsukov repülőgépein és Szerov logisztikájával megérkeznek a Kremlbe, követelni kezdik, hogy hívják össze a központi bizottságot. Ekkor ez az összeesküvő társaság, akik utolsó szavakkal ragozták Hruscsovot, és akik még azt is fölhoztak ellene igazat, fölhoztak ellene hazugságokat, ez a társaság próbáltak már visszavonulni, egymást elkezdték vádolni, te voltál, aki kezdted, te kezdted, miért kezdtük, de hát ez már késő volt. És akkor Hruscsov ravasz volt, mint egy kígyó. Leültette Szerovot, aki a sztálini rendszer egyik legvéresebb kezű embere volt, de ővi volt a KGB archívuma. Leültette egy kis szobába Zsukovot, aki a hadsereg vezetője volt, de neki is rengeteg archív anyaga volt, mivel volt a Tuhacsevszki per, mivel hallottak erről, mivel a Sztálin kiirtotta a marsalokat, a tábornokokat, ezek mind megvoltak a dokumentumok. Egy nap elvtársak, és ott volt a pártközpontok az archívum, ami a Hruscsov kezében volt. Egy nap alatt kompromitáló anyagokat összehoztak Molotov ellen, Malenkov ellen, Kaganovics ellen. Kaganovics néhány hónap alatt 300 vasutas vezetőt végeztett ki, Molotov. Pár hónap alatt Sztálinnal együtt 38 ezer emberről, de csak személyre szólóan aláírták kivégzési listákat, és így tovább. És így elkezdték ezeket leszalámizni. Összeül a központi bizottság, és Hruscsov, és Zsukov, és stb. Leszalámizták őket. Molotov ravasz volt, meg hát a többiek is, Mikoján a többiek, aki Hruscsov oldalán volt, Zsukov is, nem mondták ki Hruscsov nevét. De Molotov elkezdte mondani, Nyikita, és te amikor Ukrajna élén álltál, ott nem volt kivégzés. És a moszkvai pártbizottság élén álltál, itt nem volt kivégzés, Kaganovics.
Én pártitkár voltam 35-ig, 36-ig Moszkvában, itt nem voltak kivégzések, ami az apparátust illeti. Te, Nikita, hány embert küldtél a túlvilágra? Hruscsov elkezdett tagadni, meg minden, és utána Zsukov és Mikoyan és mások viszont megvédték, és azt mondja Zsukov, azt mondja, hogy megbánta bűneit, sok jót tett, és ne is ragozzuk Hruscsovot. Olyan hálás volt Zsukovnak Hruscsov, hogy beemelte őt a hatalomba, beemelte a pártvezetésbe. De azon a napon, amikor Zsukov azt mondta, hogy a tankok csak az én utasításomra mennek be a fővárosba, Hruscsov megértette, hogy Zsukov a legerősebb ember az országban. És még le se zárult ez az összeesküvésnek a leverése, amikor Hruscsov eldöntött, hogy leszámol Zsukovval. Nyáron volt az összeesküvés, szeptember-októberben leszámolt Zsukovval és nyugdíjaztatta. Mégpedig a háta mögött kiküldte őt Albániába és Jugoszláviába egy jó rajjal, mint hadügyminisztert, mint pártvezetőt, kormánydelegációval, és az ő háta mögött összehívta a marsalokat, összehívta a tábornokokat, összehívta a pártvezetőket, és mindennek elmondták Zsukovot, és hogy a Zsukov a pártvezető szerepét tagadja, stb. Tehát Hruscsov egy ellenpuccsot hajtott végre, de ez már később volt. Miért mondtam azt én az elején, mindjárt a végére érünk, mert még egy puccsról azért akarok beszélni, mert végül is Hruscsovot megpuccsolják a legjobb barátai, akik 57-ben őt segítették megszilárdítani neki a hatalmat. Miért beszélek én magyar szálakról? 56 a forradalom, azt mondták, hogy ellenforradalom, még oly közel volt, hogy állandóan példáloztak Magyarországot. Ilyeneket pro és kontra, az összeesküvők is, meg Hruscsov, Mikoyan, Zsukov is. Állandóan erről beszéltek. Maguk egy Petőfi kört akarnak itt csinálni, meg mit tudom én, ilyen, így Nagy Imre, így Kádár, minden. És a legnagyobb vita teljesen értelmetlenül ennek az összeesküvést leverő központi bizottság tanácskozáson, és számomra ez egy nagyon fontos dokumentum, a legnagyobb vita, én felolvasom most ezt a részt, sok magyar vonatkozású részt, én csak kettőt olvasnék föl. A legnagyobb vita akkoron zajlott, hogy Molotov, az összeesküvők ideológusa és vezetője milyen ostoba volt, és milyen sökönyös volt, hogy a Rákosit akadta Magyarország élére, és nem Kádárt. Ez azért túlzás. Molotov ilyen nem mondott. Megvannak az akkori jegyzőkönyvek is. De olyan szituációba került Molotov ezután, hogy az ő IQ-ja, az ő, hogy mondjam, iránta való tisztelet, amely megcsapant amúgy is, hát még alacsonyabb lett a többiek szemébe. Felolvashatom ezt? A legnagyobb vita erről szólt, egyik legnagyobb vita, az, hogy Sztálin alatt kit írtott, az, hogy ezek az emberek vének, és kik előtt kell söpörni a vezetésből, és ki is söpörtek rögtön mindenkit, kivéve Vorosilovot, ezt nem merték már. A szovjet nép, a szovjet populáció furcsa módon tisztelte Vorosilovot. Hát iskolában ennyi nemzedék tanulta azt, hogy ő a vörös tiszt, az első vörös tiszt a marsa. Bulgárin miniszterelnököt sem mozdították el azonnal, de aztán elmozdítják végül, körülbelül egy 3-4 év múlva, és akkor Hruscsov lesz a miniszterelnök is, és tényleg átveszi a hatalmat. És csak puccsal, és félig meddig fegyveres puccsal lehetett őt 64-ben elkergetni. De azért felolvasom a vitát. Idézem. A Hruscsov elleni puccsot lezáró eseményeket rögzítő jegyzőkönyvben többször fordulnak elő magyar vonatkozású felszólalások. Én próbálom egy picit kommentálni, de minden magáért beszél. Íme az egyik legfőbb összezördülés magyar dolgok miatt. Hruscsov. Mondd csak el, Mikoyan, mi volt Molotov álláspontja Rákosival és Gerővel kapcsolatban? És hogyan szólalkozott össze Molotov Kádárral az egyik alkalommal? Mikoyan. A magyar kérdéssel kapcsolatban pártunk elnöksége nagyjából egységes álláspontra helyezkedett. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Molotov helytelen vonalat foglalt el az új magyar vezetéssel kapcsolatban. Micsoda kifejezések, szerencsére a fiatalok, nem is, hogy vonal, központi irányvonal, ezek akkor hétköznapi szavak voltak. Képzeljék csak el, hogy holnap 1956. november 4-én vagyunk, csapataink támadásba kell, hogy lendüljenek egész Magyarország területén, mondja Mikoyan. Ma este pedig, tehát ő nem ma este, tehát nem akkor, hanem képzeljük el, ma este pedig még senki nem tudja, ki is lesz a magyar kormány feje.
Tehát szovjetek készen támadni, ők még nem nevezték ki november 3-án este, hogy ki kerül Magyarország élére, és kinek nyújtanak úgymond segítséget. Ez egy nagyon fontos dokumentum. Ez máshol nincs. Ma este pedig még senki nem tudja, ki is lesz a magyar kormány feje, aki behívja a csapatainkat, és akiknek támogatást fogunk nyújtani. Miért is kerülhetett erre sor? Hruscsov és Malenkov elvtársak Jugoszláviában voltak. Sorra találkoztak bolgárokkal, románokkal, jugoszlávokkal, magyarokkal, két napon át azon voltak, hogy megkapják csapataink fellépésével kapcsolatos beleegyezésüket. Hát egy kis turpiság, hát inkább ők mondták, hogy mi támadunk, és nem beleegyezést kértek, hanem segítséget. Ezt még Tito is megadta. Na most Mikojánról nagyon keveset tudunk, hogy ő 2-án és 3-án hol volt? Budapesten vagy Moszkvában? Mit csinált? Sehol ő nem írta le, sem a memoárokban, sehol. És hogyan kerültek Kádár és a többiek egyáltalán Moszkvába? Erről alig tudunk. Azt tudjuk, hogy repülőgéppel, azt tudjuk, hogy a KGB tisztek kíséretével, de hogyan? És Mikojan ezen a ponton elmondja, figyeljenek, ez egy nagyon lényeges dolog. Azt mondja, én jó magam azzal foglalkoztam, mondja Mikojan, tegyük ehhez hozzá 2-án és 3-án, hogy Kádárt, Münichet és másokkal kiszállítottam Budapestről. Tehát Mikojan személyesen intézte ezt. Akkor még nem is létezett a magyar kormány. Azon tanakodtunk, kit jelöljünk ki a magyar kormány tagjainak. Micsoda szöveg ez? Azon tanakodtunk, kit jelöljünk ki a magyar kormány tagjainak. Akkor, igen, mi Kádárt javasoltuk, Molotov kardoskodott, hogy Hegedűs András legyen a kormány feje, a volt magyar miniszterelnök. Azt kérdezte tőlünk, ki a fene ez a Kádár? Mi bezzeg nem is ismerjük ki ő, lekezelő megjegyzésekkel illette Kádárt Molotov. Szóval képtelenek voltunk megegyezni, kikből is álljon a magyar kormány, és sokáig vitatkoztunk. A csapatok már felkészültek, mi még sehol nem tartunk. Majd éjszaka 2-kor elhoztuk Budapestről Kádárt. Kijelöltük a kormány tagjait. Hát nem a szovjet kormány tagjait, a magyar kormány kell. Éjszaka 2-kor elhoztuk Kádárt. Kijelöltük a magyar kormány tagjait. Minden memoárba, beleértve a Kádár nagy, már fél örülten lediktált dolgokba, nappali utazástól van szó. Én ugyan hallottam, akik kísérte Kádárt, hogy éjszaka jött, de na mindegy. Zsukov azt mondta, képtelen vagyok elhalasztani az akciót, már kiadtam a parancsot, hogy a csapatok meginduljanak. Molotov pedig még mindig arról győzkedett minket, hogy Magyarországra kerüljön vissza a régi Rákosi féle vezetés. Molotov, ez itt Pondatron, Münichről volt szó. Mikojan, ön Hegedüst javasolta. Hruscsov pedig mielőtt Jugoszláviába indult volna, tényleg Münichet javasolta. Mások Kádár mellé tették le a garast, de ezek mindig nem döntöttek. Egész nap vitatkoztunk, amennyiben nem vitatkoztunk volna, már rögtön megegyeztünk volna, kikből álljon a magyar kormány. Veszekedtünk bizony veled, Molotov, te tehetsz az egészről. Élesen fogalmaztunk veled kapcsolatban. Bulgányin és más elvtársak kell, hogy emlékezzenek erre. Most 56-os évforduló van, a forradalom évforduló. Hát nem állt eldönteni azt, hogy még mindig vannak olyan dokumentumok, amelyek még mindig egy pár fehér foltot valahogy még nem satírozzák be. Hruscsov, Anasztász Ivánovics. Amikor Malenkóval a magyar események idején ellátogattunk néhány demokratikus népi országba és Jugoszláviába, majd visszatértünk onnan, arra a véleményre jutottunk, hogy Kádár jelölését kellene támogatni. Ez se igaz így, Tito nagyon kardoskodott, és majdnem, hogy Kádár legyen. Hruscsovnak mindegy volt, hogy Münich vagy Kádár már a végén, de Tito azt mondta, hogy legyen Kádár. Hruscsov azt mondta, hogy legyen, csak most már legyen miniszterelnök. Mikojan. Csupán Hruscsov elvtárs visszatérése után lettünk képesek kijelölni a magyar kormányt Kádárral az élén. Most maguk el se tudják képzelni, milyen szövegek ezek, vagy el tudják képzelni, milyen ocsmány szövegek ezek? Ők nevezik ki, ők jelölik ki, még csak nem a Kádárféle hazaárulók és kollaboránsok jelölik ki maguk között Kádárt.
Még csak nem is azok az emberek, akiket ők kihoznak Moszkvába, vagy Mátyásföldre, vagy Szoldokra átviszik, vagy Csehszlovákiába, még csak nem is ők jelölik ki maguk közül, hogy ki legyen a kollaboráns magyar kormány, akik behívják a szovjeteket papíron, mert ott voltak már. Ők jelölik ki. Telefonált, volt még egy eset, Kádárral az élén. Ugorjunk, most volt még egy eset, de ez már itt nincs arról szó, 57 tavasza. Telefonált Molotov, javasolta, üljünk össze, mi végre. Rákosi levéllel fordult hozzánk, miért nem engedi őt vissza Magyarországra a Magyar Szocialista Munkáspárt. Molotov feltette a kérdést, ki hozta ezt a döntést és miért? Az volt a véleményem, hívjuk össze pártunk központi bizottságának elnökségét, úgyis, mint rendkívüli tanácskozást. Végül összejöttünk, de nem rendkívüli módon. Ez miért fontos? Molotov azon erőlködött, adjunk meg a lehetőséget, hogy Rákosi és Gerő dolgozzanak Magyarországra. Ki volt, aki erőlködött, Molotov? Ez egy pontatlan, Mikoyan. Igenis, te voltál az, aki követelte a rendkívüli tanácskozás összehívását, hogy tárgyaljunk meg Rákosi levelét. Másnap pedig a soron lévő elnökségi tanácskozáson te voltál, Molotov, az, aki bírálta a magyar pártvezetés döntését, hogy Rákosi, Gerő és Hegedűs ne menjenek vissza Magyarországra, hanem egy ideig a Szovjetunióba dolgozzanak. Te azon voltál, Molotov, hogy ők igenis térjenek vissza hazájukba. Amennyiben Molotovra hallgatunk, akkor elveszítettük volna a magyar párt bizalmát. Hát ez is micsoda szöveg. A magyarok azt hihették volna, hogy kettős játékot űzünk. Vitatkoztunk Molotovval. A Moszkvában tartózkodó Rákosi nem látta, hogy mi folyik odahaza, elszakadt az élettől, katasztrófához vezette pártját. Hruscsov. Amikor magyar kormány küldöttség érkezett hozzánk, 57 áprilisa, márciusa, Molotov azt mondta Kádárnak, miért nem viszi Rákosit magával vissza? Ez a kérdés ismét zavart okozott a magyar elvtársak körében. Ők úgy hitték, ideig, óráig támogatjuk őket, majd Magyarországon ismét halott halomra kerülhet Rákosi. Hát ebben van valami, itt tartották Kádár nyakán a kést, hogy Kádár, azért ha Molotov elkezdte zsarolni Kádárt. Hát most már utólag elkezdték ezt Molotovnak felrúgni. Molotov, nem is Rákosiról volt szó, hanem Hegedűsről. Mikoyan, igenis Rákosiról volt szó. Na most befejezem még. Tehát képzeljük el, folyik egy pucs leverése. Molotov a pucsisták vezetője. És Molotovot azzal próbálják legyőzni, akinek annyi vaj van a fején. Aki Sztálin után a második ember volt, Molotovot úgy próbálják legyőzni, hogy ezzel a úgynevezett magyar hibákkal, meg 56-tal, meg Kádárral próbálják őt kompromitálni. Számomra számomra ez illogikus, számomra ez érthetetlen. De miért kell 2017-ben Kun Miklósnak itt ülve önöknek előadást tartani, miért kell a mai logika az euróatlanti világ, vagy mit tudom én, milyen világ logikája szerint egy akkori belső szovjet vitát, amely eldöntötte, hogy Hruscsov bukik, esetleg ül börtönbe, vagy teljesen marginalizálódik, vagy ő győz, és padlóra küldi az összeesküvőket, miért kell nem azt a logikát használni. Még egy, szintén folyik ez a tanácskozás, és mit mondott még Hruscsov? Állandóan szót kért Magyarországgal kapcsolatban. Azt mondja, 1957. június 29-én Nikita Hruscsov egy szabályos tanmese segítségével kifigurázta Rákosi Mátyást. Nem vagyok bizonyos, hogy Rákosi teljesen százas. Írd nekünk levelet a központi bizottságba. Benne az áll, hogy a magyar párt tagsága eredetileg 900 ezer volt, most pedig csupán, 57 nyara, 300 ezer. A többi 600 ezer állítólag azért nem lépett be a Magyar Szocialista Munkáspártba, mivel ő, Rákosi, nem tagja a pártnak. Vagyis ezek az emberek az ő hívei. Bizonyára ez az ember begolyózott. Rákosi nálunk bujkált, s amikor csapataink szétzúzták a magyar ellenforradalmat, úgy kezdett viselkedni, mint ama bizonyos nyúl. Emlékeznek a tanmesére, amikor egy kutya kergette a tapsifülest. Ám a nyúl megpillantott egy odut. Oda bújt, s lám róka fiókák lapultak ott. A nyúl betojt, amint ez nála szokás dolog, de azért megkérdezte a róka kölyköket. Gyerekek, hol is csámborog az anyukátok?
Tyúkokra ment vadászni a faluba, válaszoltak a kicsinek. Erre a nyúl, ha itt lett volna a róka, akkor fel is falom. Hát ilyesféle ember ez a Rákosi. Most ez nagyjából Hruscsov volt. Ez nem Rákosi miatt, vagy Kádár miatt olvasom fel, ez a tanmese, és általában Hruscsovnak ez az érdekes módon, hogy így kibújni a veszélyből. Tehát ő bajba volt, rengeteg jogos dolgot ráolvastak Hruscsovra, és akkor Hruscsov elkezdte ezzel, és akkor Hruscsov az egész vitát a magyar megpróbálta többek között a magyar 56 felé, Rákosi Kádár megítélése felé áttolni. Na most közeledünk a befejezéshez. 57 nyara és 64 októbere között nemigen volt Hruscsov ellen összeesküvés. Vagyis ő kreált, ő ráfogott emberek, ő lecserélte a pártvezetés jelentős részét. Bizonyos emberekre ráfogta, például Furceva, ez egy asszony volt, a kultuszminiszter, meg mások, ráfogta, hogy ezek összeesküvők, vagy nem követik az ő irányvonalát. Elmozdította Zsukovot, és teljesen elkezdett őrült módján viselkedni, ami külpolitikát, belpolitikát illeti. 70 évesen ő már egy széteső egyéniség volt sokban. Gondoljunk Adenauerre, aki jóval túl a 70-en milyen jó eszű ember volt. De ott gondoljunk De Gaulle tábornokra, aki 70 körül került hatalomra egyáltalán Franciaországban. Gondoljuk Churchillre, aki megbukott ugyan 45-ben a választásokon, de még egyszer az 50-es években visszatért, és Anglia élére került. És nem volt egy hülye ember, sőt, egy nagyon eszes, okos ember volt. Hruscsovnak ez valahogy nem ment. És ő rettegtek az ő munkatársai, az ő kedvencei, Brezsnyev, Podgorni, Kosigin, rettegtek a fiatalok is, akiket persze ők kezdte kiemelni, a KGB élén voltak a fiatalok már, a Komszomol élén. Minden kár lenne most neveket mondani, bár azt mondják, hogy az ördög a részletekben van, de ez nem olyan előadás. Itt az a lényeg, hogy Hruscsov elbízta magát, és nem vette észre, hogy másodjára is van egy összeesküvés ellene, de ez az összeesküvés igen szertágazó volt. Az összeesküvők élén Hruscsov leendő utódja Brezsnyev volt. Őt támogatta, bár nem szívesen először, támogatta Kosigint, aki Sztálin kedvence volt, és a Sztálin kormány tagja, egy nagyon eszes ember. Mások is támogatták őt, többek közt a Komszomolból jött vezetők, például Szemicsászni KGB főnök, vagy Serlepin, Hruscsov helyettese a párt apparátus élén. És akkor az összeesküvéstek számításaim szerint legalább 150-180 tagja volt. A végén már. Mert mindenki tárgyalt mindenkivel, köztársasági pártvezetőkkel, Malinovszky hadügyérrel, az meg tárgyalt marsalokkal. Hát valljuk be, mindenkinek van azért felesége, családja, Nime el is szólta magát otthon, Nikitát nem lehet bírni. Hruscsov megkapta a legnagyobb kitüntetést akkor, 70 éves volt tavasszal, 57 tavaszán. És mégis nagyon sokáig nem szivárgott ki az összeesküvés híre. Aztán az egyik összeesküvés vezetőjének a testőrparancsnoka fölkereste Hruscsov fiát, és elmondta neki az egészet. Ez valamikor augusztusban volt. Másfél hónappal az összeesküvés kirobbanása előtt, amikor Hruscsovot elmozdítják. És Hruscsov volt olyan ost, és a KGB mindenkit lehallgatott. És le is hallgatták, hogy ez az testőrparancsnok fölkereste Hruscsov fiát, és fölkereste Mikoján fiát. Mikoján egyébként tudott az összeesküvésről, de ő nem csatlakozott az összeesküvéshez, de Hruscsovnak sem árult el. A ravasz örmény, aki a Szovjetunió névleges vezetője volt, a legfelső szovjet elnöke, azt mondja, ha győz Hruscsov, mint 57-ben, akkor én mellé állok. Ha az összeesküvők győznek, akkor melléjük állok. Ő melléjük állt a legvégén, de elcsapták őt. Hát a nagyon bizonytalannak úgy látszik ilyenkor bizonyos közegben nem szabad lenni. Hruscsov meghallgatta. No, nem ezt a testőrparancsnokot, mert a politikai, hogy mondjam, észjárás elpártolt tőle. Neki be kellett volna ezt hívni. Ha gondoljuk, Julius Caesar ellen is hányan esküdtek össze a szenátorok, és a hübrisz, öt görög szó, ő teljesen elérte már az ilyen önteltség. Hát, hogy kik mernek ezeket, én emeltem hatalomra. Mindegy, Mikojára megbízta, hogy vizsgálja ki az ügyet. Letolta a saját fiát, hogy miért áll szóba jött-ment emberekkel. Mint azt mondja, kivizsgáltam az ügyet, nincs is semmi. Elment nyaralni, és amikor a kollektív vezetés
vissza, kikísérte őt a, akkor még nem Seremetyevo, vagy Vnukovoj repülőtérnek, azt mondja, hallom, hogy itt mozgolódtok, majd én visszajövök a nyaralásra. Rendet teremtek itt, egy pár hullani fognak a fejek. Na most ez már vége, ez már. És aztán az összeesküvők meggyőzték Malinovszkit, aki abszolút Hruscsov embere volt. Hruscsov csinált belőle embert, csinált belőle hadügyét. Szemicsászni, Hruscsov kedvence volt még Ukrajnából, őt kísérte később Moszkvába, ő ott a KGB főnök. Ezek mind az összeesküvés tagjai voltak. És még így is Hruscsov talán leverte volna őket, mert az utolsó másodpercben rájött, hogy összeesküvés van ellene, mert hirtelen, ahol nyaralt, fölhívták Moszkvából. De az ukrán katonai körzet, a kijevé, meg általában az ukrajnai katonosság, 500 ezer ember, fél millió, a rakéták és a repülőgépek jelentős része egy bizonyos Kosevúj nevű marsal vezetésével bármikor föllázott volna Hruscsov mellé állva. És akkor már ez polgárháború. És akkor már senki Moszkvában nem mert volna egy polgárháborút kirobbantani. Ahol nyaralt Hruscsov a Fekete-tenger partján, már hajók körülvették, és rájött Hruscsov, honnan jöttek ezek a hajók. Jöttek már hozzá a hírek, és ő megértette, hogy felhívta Kosevojt, azt mondja, mondd, mint ha olyan szituációra kerül sor, mint 57-ben, ti mellém álltok? Azt mondja, Nyikita apám, 500 ezer ember fegyverbe áll Ukrajnát. Akkor már kezdenek terjedni a hírek a különböző pártszervezetekben. Hruscsov talán megfordította volna, ha lett volna ereje, de már nem volt ereje. Hruscsov felment Moszkvába, nem vitte fel az őrséget sem, azonnal leváltják az őreit. Szemicsászni KGB főnök nekem órára meg percre elmondta ezt. Ő ment kivárni, a pártvezetés nem ment Hruscsov elé, Hruscsov bement a pártvezetés tanácskozására, kiabált velük, utána sírt, és azt mondta, hogy elvtársak, azért sok jót tettem én, mert lám, én itt vagyok, és ti képesek vagytok engem leváltani, és én nem csinálok egy ilyen véres sztálini szituációt, hogy én egy ellentámadásba lendültem volna korábban, és megelőztem volna ez. De ez egy olyan később bánat volt. Ő elment közben fogorvoshoz, két napig tartott az ő veszőfutása a Központi Bizottság tanácskozásán. Hruscsov elment fogorvoshoz, régi pártag fogorvos, aki még Sztálin fogait is ápolt, és azt mondja, Nyikita Szergejevics, hallom, hogy mi van, nagy hibát követett el. Hányszor találkozott maga az apparátus embereivel az elmúlt évben? Hát nem, csak ezzel a kis körrel. Hát azt mondja, még Sztálin is fogadott rendszeresen, az összes vidéki pártitkát, fontosabbakat fogadta, a köztársasági pártvezetőket. Hát nem, meg rostálni kellett volna, rotálni ezeket az embereket. Tehát egy ilyen egyszerű fogorvos, a titkára is megmondták, Nyikita Szergejevics, ez már nem ment. Hruscsov sírva elment, összeomlott, a nyaralóját gyakorlatilag házi őrizetbe került, hogy hogy tudta megírni úgy az emlékiratokat, hogy nem kobozták el azonnal ezt tőle. Behívták a párt ellenőrzésre, fenyegették, hogy kizárják a pártból, ha folytatja az emlékiratírást. Aztán kapott egy szívrohamot, és 70-ben meghalt. Hruscsov megalázta, és ezzel a mondattal zárom le az egészet, nagyon megalázta egyszer egy Ernst Nyeizvesti nevű szobrászt. Kiabált vele, lehomokosozta meg, mit tudom én, miket mondott. Ez pedig nem csak egy egyszerűen egy nagy szobrász volt, világhírű szobrász, de a második világháború alatt rengeteg hős tetteért rengeteg kitüntetést kapott. És Hruscsov úgy beszélt vele, mint egy kutyával. Amikor Hruscsov meghalt, a családja megkereste őt, és megkérdezte, hogy emel-e Hruscsovnak szobrot. Én az ő helyében nem emelte volna, mert amit a művészekkel csinált Hruscsov a végén, meg ő vele személyesen, de ő azt mondta, hogy vállalom, ha önök nem szólnak bele. És a Hruscsovnak a szobra, a Hruscsov sírjánál Moszkvában egy nagyon érdekes, ez egy absztrakt sokban, egy absztrakt szobrász, de egy tök realista szobor. Annyira realista szobor, hogy már majdnem szocialista realista, de egyben nem a realista. Hruscsovnak a kopasz feje, nem túl idealizált, egy ilyen posztamensen, csak a fej látszik, és az egyik feje fekete, és a másik fehér. Ő ezzel jelezte, hogy egyrészt ez egy sötét gonosz ember volt, a sötét, a sátáni erők embere, másrésztől ennek az embernek köszönhetjük a 20. párt kongresszusi beszédet, a Sztálintól való eltávolodást, egy csomó reformot, és ő ilyennek látta. Köszönöm szépen!